Lezárult a Szövetség a Változásért szociális fejezet, immáron másfél hónapon keresztül 5 tárgyalási fordulót megtartva. Elsőként az esélyegyenlőségről tárgyaltunk, a második fordulóban a szociális ellátórendszeren belül a szociális szolgáltatások, pénzbeli ellátások és a segélyezés tárgykörében. Ezt követően a nőpolitikáról és ma a társadalombiztosítás és a nyugdíjrendszerről. 4 demokratikus párt foglalt helyet a tárgyalóasztalnál. A Demokratikus Koalíció Szövetségben Együtt Magyarországért párt, Magyarországi Szociáldemokrata párt és a házigazda szerepében a kezdeményező a Magyar Szocialista párt. A tárgyaló felek ezen része kiegészült közel 1 tucat civil szervezettel, akik hétről hétre nem csak a saját szervezetüket, hanem a magyar társadalom egy nagyon jelentős szegmensét képviselték a tárgyalások ideje alatt, és minden alkalommal ki is fejthették véleményüket. Erre mi nagyon büszkék vagyunk annál is inkább, mert nekünk szent meggyőződésünk, hogy a szociális ellátórendszer egy nagyon jelentős szerepét csak úgy lehet fenntarthatóvá tenni, biztosítani a hatékonyságát, működőképességét, hogyha a következő kormány a jelenleginél lényegesen nagyobb szerepet szán a civil szférának. Néhány megállapítást tett a szervezet, illetve a tárgyalás folyamán a szervezetek néhány olyan megállapítást tettek, amelyeket vázlatosan most szeretnénk közreadni. Én ebből 2 dolgot említenék csak, és utána átadom a szót a pártok képviselőinek. Az egyik megállapítás volt, hogy Magyarország évtizedek óta nem látott gazdasági társadalmi válságot él át, és az elmúlt 3 év gazdasági és társadalompolitikája felerősítette a korábbi gondokat, sőt a kormányzati intézkedések következtében újabb problémákat szült. A felső középosztály alatt minden társadalmi rétegben eluralkodó szegényedés növekvő nyomuk mindennapi krízishelyzeteket hozott létre. Azt látjuk, hogy a magyar társadalom és a magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája a szegénység. A szegénység, és meg kell, hogy kockáztassam azt a kijelentést, hogy a gazdasági kilábalás egyik legnagyobb problémája a szegénység ilyetén való volta itt most Magyarországon. Az látszik, hogy a magyar társadalomban a kormányzati statisztikák, amelyeket mi úgy fogadunk el természetesen, hogy azoknak hitelt adunk, azt mutatják, hogy több mint 4 millió ember él a létminimum alatt, 1,5 millió embert fenyeget a szegénység, és közel 3 millió ember a tartós leszakadás veszélyével néz szembe. Megállapodtunk abban, hogy kormányra kerülve legsürgetőbb feladatunk lesz a szociális védelem új rendszerének kialakítása, majd ennek segítségével a krízishelyzetek mérséklése és megszüntetése. A tárgyaló felek megállapodtak abban is, hogy az emberi méltóság kiemelkedő alkotmányjogi védelme az elengedhetetlen. Magyarul mind a 4 tárgyaló fél egyetértett abban, hogy az új alkotmányban a szociális jogoknak alkotmányjogi garanciákat kell, hogy kapjanak, mert ennélkül a magyar társadalom a szétesés határára kerülhet. Szeretném megerősíteni, hogy egy nagyon tartalmas és jó hangulatú egyeztetés sorozaton vagyunk túl, ahol a zárónyilatkozat tartalmát azt gondolom, hogy teljes körű konszenzus övezi. A szociális kérdésekben a legfontosabb közös nevező, ami a kohéziós erő volt, és ami megkönnyítette a tárgyalásokat, az volt, hogy a tárgyaló felek közül mindenki elítéli azt, hogy ma a szociális kérdéseket rendvédelmi kérdésként kezelik, a szociális eszközöket büntető, szankcionáló eszközként próbálják használni. Nekünk az a véleményünk, hogy a társadalmi kohézió, a társadalmi szolidaritás egy összezáró, minden szegmensében fejlődő társadalom
az azért fontos, mert ez egy valódi fejlődési erőforrás. Amelyik társadalom megengedi magának, hogy milliók leszakadjanak, az a saját jövőbeni fejlődésének az erőforrásait éli fel, és a jó helyzetben lévők is a saját jövőjüket nehezítik meg ezzel. Ezért mi elsősorban azt tartjuk fontosnak, hogy a társadalom a szociális kérdésekhez másként viszonyuljon, kerüljünk ki abból a csapdából, amiben a jelenlegi kormányzat kergette a magyar társadalmat, amely úgy gondolja, hogy a probléma megoldásnak az a leghatékonyabb és legegyszerűbb módja, ha mindig keresünk egy bűnbakot, akin aztán leverjük a port, és aztán ettől majd mindenkinek sokkal jobb lesz. Azt látjuk, hogy a szociális kérdések olyan mértékben súlyosbodtak, hogy ezeknek a feloldása és megoldása viszonylag hosszú időt fog igényelni. Örömteli számunkra, hogy ezeknek a megoldásában a különböző pénzbeli ellátások mellett rendkívül nagy hangsúlyt kaptak a tárgyalások során a szociális szolgáltatások, amelyeknek a fejlesztése nélkül, tehát az emberekkel való foglalkozás, az emberek motiválása, az embereknek a remény visszaadása, az esély megmutatása nélkül úgy gondoljuk, hogy nem lehet megoldani. Tehát itt önmagában pénzzel a magyar társadalom sebeit már nem lehet orvosolni, és kiemelkedő szerepet szánunk a jövő szociálpolitikájában azoknak a civil szervezeteknek, amelyek az elmúlt két évtizedben példaadóan törődtek, gondoskodtak a magyar társadalom szociális problémáival, és hozzátették azt a sok-sok tudást, ami a gyakorlatuk során fölhalmozódott. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha ez a komplex gondolkodás és ez a társadalmi összefogás megvalósul, akkor úrrá tudunk lenni Magyarország szociális problémáin, és egy más országot tudunk majd magunk elé képzelni, és remélhetőleg még meg is élni, mint a mai. Én is azzal kezdeném, amit már itt Erika is hangsúlyozott, hogy az egyeztetések nagyon jó hangulatúak voltak, és abban a tekintetben, hogy azokat a közös pontokat próbáltuk megtalálni, amiben ugye mindannyian egyetértünk, és a szociálpolitikában nagyon sok ilyen volt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, hogy kevés vita volt, de az is inkább előre vitt minket sem, mint hátráltatott. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt nem ígérgetésekről volt szó, hanem olyan értékeket próbáltunk megtalálni, amik elengedhetetlenek, hogy a szociálpolitikában megvalósuljanak, mert hogy jelenleg ugye ez nem elfogadható, ami éppen zajlik ezen a területen. Azt gondolom, hogy ilyenek voltak az emberi méltóság, az egyenlő bánásmód, a társadalmi tolerancia, az éhezés megszüntetése, de akár amit már említettünk is itt ugye, hogy nem lehet olyan eszközöket használni, hogy kriminalizáljunk és szankcionáljunk, akár hajléktalanokról, akár szegényekről legyen szó. Fontosnak tartom azt, hogy a szociálpolitikában egy újfajta szemléletmódot kellene átvinni a társadalom egészében, mégpedig azt, hogy ez nem egy pénznyelő automata, nem egy negatív dolog, nem csak a segélyezésről szól, hanem a gazdaságnak egy igenis fontos része, amiben igenis be kell ruházni, hiszen a legjobb beruházás az, amit az emberekbe fektetünk. Tehát egy olyan potenciális munkaerőt rejt, amiben igenis rá kell fordítanunk most a jelenben, hogy aztán majd megtérüljön. Én külön köszönöm itt is a tárgyaló feleknek, hogy az esélyegyenlőséget, mint témát, ezt külön kiemelten tárgyaltuk a SZEM kérésére. Nagyon fontos dolognak tartjuk jelen helyzetben a mai társadalmi és gazdasági viszonyok között, hogy az esélyegyenlőségi politikát meg kell teremteni, meg kell erősíteni, ami nem csak azt jelenti, hogy magát a diszkriminációt meg kell szüntetni, hanem ennél ez sokkal tartalmasabb, mert hogy valahogy azt kell elérni, hogy minden hátrányos helyzetű egyén vagy csoport egyenlő esélyekkel indulhasson az életnek minden területén. Én is csak csatlakozni tudok, tehát emek hangulatban zajlottak az egyeztetések. Sajnos én ebben csak az utolsó pillanatokban csatlakoztam be, de az tény is való, hogy amit én tudok és amit én hallottam erről, az remekül hangzott. Én azt gondolom, hogy egy új nyugdíj és egy új társadalombiztosítási reformra szüksége lesz az országnak, illetve az MSZDP így gondolja. Mindenféleképpen megállapodott itt az összes tárgyaló delegációban, hogy a nyugdíjakat semmiféleképpen nem lehet semmilyen járulékokkal, illetve adókkal sújtani. A társadalmi biztosításra is egy új struktúrát kell kitalálni, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, de nyilvánvalóan ennek a legfőbb
alapkérdés az az, hogy a következő kormány ilyen költségvetéssel és milyen pénzügyi bázissal fog tudni rendelkezni. Ez nyilvánvalóan meg fogja ezt határozni. Erről még elég korai lenne beszélni, de én azt gondolom, hogy ebben mindenki egyetért, ezt komolyan át kell gondolni, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz a társadalomnak a jövőjével kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos és egy nagyon-nagyon motiváló kérdés lesz a jövőben. Köszönöm.